Sziasztok! Szép napot kívánok! Vagy szép estét, inkább úgy mondom. Kis éjj Diablo, picit később kezdünk, mint a szokásos. Hát mostanára végeztem a dolgaimmal, úgyhogy most kezdünk. Sziasztok, szép estét! Dark Mikros, csak az alkoholat csak óvatosan. Jó. Oké is. Szóval egy kis esti Diablo, csak ilyen levezetésképpen. Azt ígértem ma, hogy Far Cry lesz, de elhúzottak a teendők, úgyhogy Diablo lesz. Mert a Far Cryhoz most nincs agyam. A Diablohoz meg olyan sok nem kell, úgyhogy most akkor ez lesz. Jó, úgyhogy kezdjük is el, pontosabban folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Csak már magam sem tudom, hogy hol hagytuk abba. Na nézzük. Itt is van a játék. Jó. Oké is. Na lássuk. Ja, igen, ezeket az eszközöket kell megkeresnünk. Oké. És akkor ezzel tudunk valamit kezdeni. Nem tudom, hogy ezt tegyük le most a stashbe, vagy használjuk. Hol a stash? Mármint, hogy nem az, hogy használjuk, hanem hogy tartjuk-e magunknál, mindegy, letesszük a stashbe. Ha esetleg kell, akkor majd... Ó, nem lehet letenni. De le lehet, csak nem oda. Jó, oké. Mondjuk világos, hogy miért nem. Oké. Na hát akkor menjünk tovább. House of the Dead. Oké, a cube megvan. Ott kell most a shaft. And a head, és a headpiece. Na, és akkor az merre van, az a kérdés. Mindegy, menjünk. Waypointunk. Itt a Far Oasis. Hát, az, ha jól emlékszem, a Dry Hills-ből lehet oda eljutni. Mindjárt kiderül. Ennyi. Ennyi. Na, támaszunk fel a munkatársakat, és akkor kezdjük el. Azért valamiért úgy emlékeztem, hogy ebből lehet kettő, de egyelőre csak egy. Na, gyerünk! Jó, oké.
Na, teljes a banda. Úgyhogy akkor pöröghet. Hát sok HP-ing nem maradt. Azt azért leszögezhetjük. Basszus. Oké. Okay. Carry anymore. Jó, hát ezek az áramozók azért elég nagyot ütnek. Na lássuk. Hát lassan egy kicsit több mana az nem ártana. Talán. Hát vagy menjen a Vitality-re megint. Most adtunk rá már sokat, de... menjen. Jó, várjatok, még erre nézzünk szét. Oké, okay. Menjünk tovább. The Maggot Lair. Ide kell jönni? Maggot Lair. Jaja. Jó helyen vagyunk. I can't carry anymore. I can't carry anymore. Oké. Okay.
Na, gyerünk. Mit van a smütyi? Oké. Fönt a srácok nem nagyon akarnak csatlakozni a buliba. Okay. Na. Azért a híreket összeszedjük, nehogy valami baj legyen. Ezekkel az áramozókkal nem tudom, mit kellene csinálni. Hello, Shedit Adri. De úgy volt, csak nagyon elhúzódtak a dolgaim, aztán nem volt agyam Far Cry-ozni. Bármi furcsa, de a Far Cry-hoz több mentális kapacitás kell, legalábbis nekem, mint ehhez. De holnap fárkrájozunk, és szerintem délután már elkezdjük. Pontosabban nem este lesz, hanem délután. Inkább akkor úgy mondom. Mert most este más teendőm lesz, de... De lesz fárkráj délután, hát... Talán olyan kettőtől. Majd meglátjuk. Ahogy sikerül. Szóval folytatjuk. Ja, gondolom a MAV Wi-Fi az nem annyira adja. Hát igen, ottán ezek... Hát azt nem mondom, hogy le van tiltva, mert szerintem a Twitch-et nem tiltották le. Nem hiszem, hogy a MAV-nál tudnak arról, hogy ez létezik. De emlékszem, annó valami... Tehát YouTube-ot nem lehetett nézni. Mávon.
Volt valami. Pont emiatt, mert a sávszélesség eléggé limitált. Szegeden nincs wifi. Hát lehet, hogy ilyen free wifi ott annyi nincs. Szép estét, uraim! A győztes csapat, győztes Valorant csapat egy része, ahogy látom, megérkezett. Csak ismerősöknél. Ja, hát ilyen nyilvánosra gondoltam, hogy... Hát mondjuk az Debrecenben sincs azért olyan sok. Értem, Sedit Adri, aha. Ah, jó, hogy mondod a teát. Várjatok már, hát... Nem készítettem be magamnak. Hello, Nérolu. Elfelejtem a legfontosabbakat. Na. Szóval te, ha itt van. És ez most tényleg te van, mert sörözni nem akarok. Nem, Nérolu. Rég láttalak e-sporton amúgy. Hello, Kambli. Ó, beteg vagy? Hát jobbulást kívánok. Ez mondjuk bocsánatos bűn. A betegség, meg a börtön az, ami igazából kifogás. Mármint, hogy elfogadható kifogás. Ez a kettő. Tehát, hogyha beteg voltál, vagy börtönbe voltál, akkor nem kell bejönni órára. Szülei szabadság? Hú. Hát ez jó kérdés. Mondjuk arra az egy-két napra, na, oké. Okay. De az apának akkor is be kell menni. Nem viccelek. Meggondolom, arra van valami egyetemi szabályzat, hogy... Hogyha szül az ember, akkor be kell menni órára, vagy nem? Szerintem nem. Hát részegen ne gyertek órára. Mondom, ez tényleg egyszer bement úgy vizsgázni. Szóval... Ittesen azért csak ne. Meg hát ne higgyatok. Na. Legalábbis annyit ne, hogy még reggel 8-kor is részegek vagytok. Reggel 7-kor meg végképp ne gyertek órára.
Hát ja, amúgy Sedit Adri. Hát... Milyen magyar vagy, hogy ma még nem szültél. Jó, ezt inkább föl se hozom, mert... Néha úgy megjegyek attól, hogy a munkatársak beszpónolnak elém. Látod, hát most is csak a kifogásokat keresed amúgy. Jó, hát tényleg viccelek, ne vegyél komolyan. Na, közben keresem itt, hogy merre kell menni. Hát ezek meg hogy kerültek ide? Még megyek, mint egy félőrült. Milyen dolog már, hogy egy... Nem mondta, mondjuk ez a gyémánt olyan sokat érne, de... Csak óvatosan az ivással. Jó, tehát ez tényleg... Ne ígyatok sokat, gyereké. Oh, pont lejöttünk a második szintre. Nagyon jó. Amúgy körbejártuk az egészet, és csak itt jobbra el kellett volna menni. Na mindegy. Legalább kitakarítottuk. Na gyerünk. Sziklaféreg. Vagy kőféreg. Nem tudom. Legyen szikla. Az jobban hangzik. Hát... Igen, nem feltétlenül a kor határozza ezt meg. Sok szituáció múlik. Sok tényező múlik a szituáció. Ez az áramozás akkorát sebez. Hogy most nem is ők áramoznak. Gyerünk erre. Hát... Most sajnos nem sajnos. Teljesen haszontalanok a kollégák.
Sörit adni, ez csak a cset, hát én honnan tudjam, hogy te iszol-e vagy nem. Amúgy meg most mondod, hogy nem. Fú, Skyrexen, az igen. Hát nem tétovázott, maradjunk annyiba. Úgy tényleg azt ne felejtsem, hogy majd cségózni is kell. A győztes csapat ki pikkelte itt a csatornapontokból, hogy játszanom kell velük. Hát Nerulu, ez is előfordul, most őszintén, hát ennek sok oka lehet. Nem tervezték, akármi. Véletlenül volt. Na hát, ez most nem lehet így nyilván. És nem kell pálcát tűrni rögtön a fejük fölött. Valóban nem optimális, de hát... Sajnos megesik. Sajnos, hát... Nem sajnos, hát ez van. Hát, Sedit Adri... Adhatsz feladatot, csak az a baj, hogy most még hirtelen nem látom, hogy mikor oldanám meg. Mert most még igen sokat teendőm. Talán majd így a fél év vége fele, amikor már úgy kezd egy kicsit úgy... Egy kis idő felszabadulni. Akkor talán... A Skyrexen, kis jó Valorant, oké. Okay. Pöröghet. Hát ez az ivás, ez nem kívánságműsor, látjátok. Tehát, hogyha Sherit Adri azt mondja, hogy inni kell, akkor tessék inni. De csak óvatosan.
Jajaj. Ó. Robogtatok közben egy kis csokis perecet. Mert a csokis perec az jó. Na, gyerünk közben. Hát ez nem attól függ, hogy szép-e vagy nem. Jaj, véletlenül lejöttünk. Na jó, de legalább meg vagy, hova kell tovább menni. De még itt azért takarítunk, mert még nem vagyunk készen. Jó, hát még... Ja, erre. Hát mondjuk mehettünk volna amarra is. Érdekes. Jó, ne gyerünk tovább. Itt erre lefele is van egy kis rész, ahol nem voltunk.
Cookie. Semmi ilyesmi. Betesszük, miért ne tennénk. Jó, és akkor mehetünk a harmadik szintre. Szabolcsban egy soft drink. Na, kezdődik. Na, minden urnát fölrúgtam. Az a tuti. Amúgy... megnéztem ezt a Minecraft Bedwars-t. Elég elmerődjant egy valami. Mármint, hogy ugye jó értelemben tán. Hát felőlem lehet, csak már annyi játékot kértek lassan, hogy hát tényleg fizikailag nem fog beleférni az időbe. Tehát már nincs annyi hétvége lassan. Kértek ilyen... Már más, tehát sok játékot a Tekkent is kértek, meg... FIFA-t.
Szóval lassan tényleg nem lesz rá idő. Hát FIFA 22, hát igen, csak kinek van meg, ugye? Már itt ez a gond tényleg, hogy föl is vetették tényleg, hogy legyen FIFA, csak hát melyik? Ez így nem lesz jó. Na, így már jó. Jó. Hát Erik, amúgy ez is egy jó javaslat. Hát ja, mondjuk alapvetően az se rossz ötletné róló, hogy így tehát lanozva vagyunk meg a FIFA-t. Nem rossz ötlet. Csak kéne két konzol. Mert monitorok azért vannak. Most mondanám, hogy van kivetítő is, de azt ne erőltessük. Ez amúgy nem, tényleg nem rossz ötlet. Csak egy időpont kell, meg egy terem. Ami mondjuk nem egyszerű, mert eléggé leterhelt a kar. De szerintem tudnánk találni termet. Hát igen, ez is egy érdekes, mert én online sakra gondoltam. Boss fight. Jó sok gettó van itt lent. És itt a quest item. Tényleg este van már amúgy. Oké. Ezek a viccek mindig olyan jól jönnek az ember tudatának. Na jó, tépje haza. Akkor visszajövünk a cuccért. Na, hol is vagyunk? Nincs mit identifájolni, csak a stashbe kell rakni egy pár dolgot.
Oké, gyerünk vissza. Jó, és akkor itt a quest log. Ugye meg is jelent, mert itt van a Staff of Kings. Nem tudom, ezt Erzsikének oda lehet amúgy adni. Oké. Na, körbejártunk mindent, ugye? Ja. Jó, akkor megint hazamegyünk. Igen, csak bót. Crossbow-t nem engedte. Nem baj, eladjuk. A sárga színű biztos jó sok pénz. Többre gondoltam. Na mondjad, Cain. I trust you know how to use a Herodric cube to unite the shaft with its headpiece. Kéne még a headpiece. Claw Viper Temple. Waypointünk nem lett. De nem, visszamegyünk. Visszamegyünk, hát menjünk vissza. És akkor ott a Faroazisba kóvájgunk még egy kicsit. Mondjuk lettünk volna Waypointtal is. Mindegy, kijövünk itt. Ja, egyszerűbb lett volna waypointtal menni. Na. És itt már közel van. Szuper. Na, akkor hát folytassuk itt a kóvágást. Csak megállok egy perc, hogy feltöltődjön a stamina.
föl lehet jönni. És vajon a kollégák mit csinálnak? Lehet, hogy lent is van valami. Mégsem. Kecskeméti vasútállomást, hát kevés ronda vasútállomás van, hát nem, sok ronda vasútállomás van Magyarországon, az egyik a kecskeméti. Rég jártam már mondjuk arra persze. Remek, itt a waypoint. Quantas. Hát én őszintén szóval most nem emlékszem, hogy Shrekre mivel tudsz bejelentkezni. De hát ha van itt a chatben valaki, aki még emlékszik erre. Nem tudom, tényleg. Mint hogyha amúgy... A Neptunos... de gondolom a Neptunos próbáltad. Ja, hogy melyik porton? Hát... Nem tudom melyik a port, erre nem emlékszem. Esetleg kérdezz meg olyan csoporttársad, aki bepróbó Halász Gábornál volt. Mert ők használtak ugye akkor puttyot. És hát, ha emlékszik, én nem emlékszem, hogy mivel... Huszonkettes? Nem tudom, tényleg. Én már nem emlékszem rá, hogy mivel működött.
meg kell szerelnünk a felszerelést, mert kicsit el van kopva. Ezzel a nagy fejjel nem lehet valamit csinálni. Nem. Akkor menjünk tovább. Hát, egyébként van Windowsra is Ubuntu-bas. Csak mondom. Esetleg van az, ha az neked opció. Mert viszonylag fájdalommentes. Nem is tudom, a Windows Software Store-ból lehet telepíteni, tám vagy. És akkor ott már van egy Ubuntu terminálod, gyakorlatilag egy teljes értékű Ubuntu terminálod. Hát volt olyan is, de... It's locked. És akkor? Szóval be van zárva. Na jó, de... Merek-e tovább menni? Melyik kávékörbe jártunk. Vagy valamit elnéztem. Mert kellett őt számolni. Diofantikus egyenletek. Kell. Érdekes. Hirtelen most meg nem tudnám mondani, hogy miért. De segítsetek, hát ha ti tudjátok. Mire használtátok ti ezt? Ó, lehet, hogy erre kell jönni. Ja, csak hazugrunk. Tetszik a cuccot. És se lehet a sertbe. Jó, ezt eladjuk, megjavítunk. Jó, és gyerünk vissza.
Az igen. Mondjuk olyat is ritkán látom, hogy valaki azt írja, hogy kalkul is könnyebb, mint a diszkrét matek. The Lost City. Na várjatok. És akkor itt lesz a Claw Viper Temple, gondolom. Kérdezze meg Dragant a furcsa sötétségről. Jó. Hát valóban itt fura sötétség van. Oké. Marauder. Oké. Okay. Hát XRT az a helyzet, hogy úgy volt, csak annyira elhúzódtak a dolgaim ma, hogy a végére már nem maradt agyam ahhoz, hogy Far Cry-ozzak, bármilyen furcsán is hangzik. Így inkább Diablo van. Ez egy picit... picit könnyedebb. De holnap délután lesz Far Cry. Elvileg olyan 2 óra környékétől. Ha minden jól megy. Most nézem, hogy teljesen elfogytak a kollégák. Nem, XRT sima tea van, mert elfogyott a sör. Nagyon egyszerű okból kifolyólag. Elfelejtettem venni. De helyette van sok is perecem.
Sose fogyhat el a sör, hát igen. Hát ilyen ez most. Így jártam. Nem baj, majd jövő szombaton. Tényleg nagyon sötét van itt. Na, rohangálok össze-vissza. Jó, itt van egy lépcső lefele, majd lemegyünk, csak még itt körbejárunk. Vannak bajok, mert hogy eléggé lefogytunk hírből, úgyhogy lehet, hogy mindjárt hazaugrunk. Jó. Hát nagyjából körbejártuk szerintem. Így van. Úgyhogy akkor elugrunk, elmegyünk ide a lépcsőhöz, és akkor hazaugrunk. Ezt majd berakhatnánk Erzsikének. I can't do that here. Not in town. Csak ugye a szakitek miatt érdekes lehet. Poison Resist 20%, plusz egy mana, each kill. Letesszük a vödörbe. És veszünk föl healt, mert abból nagyon lefogytunk. Hello, stopsoros, szép estét! Jó, skill, B,
Blood Golem. Jól hangzik. Mi is pörgetjük. Majd már jó, kipróbáljuk. Úgy van még egy. Hát akkor legyen egyből kettő. Itt pedig, hát... Beregjen be. Na gyerünk. Hát mondjuk, ha már ott voltunk, megkérdezhettük volna ezt a sötétséget. Most ezt pont elfelejtettem. Na mindegy. Te hogy mentél oda be? Ja, itt. Na, most még nem tudom meg kijönni. Hát nagy károm úgy, hogy nem lehet így zenélni közben. Twitch-en nem túl kompatibilis ez a zenélgetés dolog. Elnézést. I need a key. Itt van egy trapdoor. Lehet, hogy arra kell tovább menni. Waypoint, ez az. Jó, gyerünk tovább. It's locked. De nincs nálam kulcs. Ez nagyon szomorú. Most nem tudom, hogy letettem-e mindet, vagy elfogyott. Köszi, Néroló. Hát igen. Na, úgyhogy... És így a zene kapcsán volt lehetőségem, vagy hát van lehetőségem most használni az Apple Musicot, nem azért, mert fizettem érte, hanem mert kaptam fél évet ajándékba. Aztán... Hát tudjátok, be is pörgettem így a szokásos, hogy elindítod, és akkor kéri, hogy milyen stílusok ez az amaz. Be is kattintottam frankom. Aztán
jött is a tényleg a az ilyen AC/DC Iron Maiden, tehát amit bekattintottam. De ez egy ilyen 30-40 percenként rápróbált egy Coldplay-re. Érdekes módon az alatt a 6-7 óra alatt, amíg hallgattam, nem tanulta meg, hogy feleslegesen próbálkozik. Na jó, erre voltunk. Erre is voltunk, ugye? Jelzi a shrine-t. Hát, csak tudod, a fülembe volt a fülhallgató XRT. Tehát igazából csak annyit csináltam, hogy rábögtem kettőt, hogy menjen a következőre. Tudod, így annyi, hogy így ráteppelsz kettőt, és akkor lépteti a következő dalra. Azt hittem, hogy ez elég. Vagy én úgy gondolnám, hogyha 3 másodpercnél kevesebb időt hallgatok meg belőle, akkor azt jelzésértékűnek veszi. Na, menjünk. De amúgy szerintem van dislike gomb, csak mondom, nem volt a kezembe a telefon. Utálom ezeket a áramozósokat. Na, viszont akkor kipróbáljuk ezt a vérgólemet. Igen, amikor így a ellentétes vélemények találkoznak. Hát, mondjuk Spotify-on pont nincs bármilyen furcsa. Valahogy nem tudom, hogy kipróbáltam, bár az ingyenes verziót, ami ugye hát nem valami jó. De nyomkodtam egy kicsit. Nem azért, hogy különösebben nem szeretném, vagy ilyesmi, csak nem tudom, valahogy ugye elkerült engem a Spotify. Amúgy az Apple Music is elkerült volna, csak gondolom kaptam a fülhallgatóhoz, amit vettem. Úgyhogy hát nekem kedvencem. Hát őszintén szólva, ezt én így most nem tudnám megmondani, sok mindent hallgatok. Mármint hogy, hát amikor hallgatok persze. De úgy különösebben kedvencem nincsen. Most már tovább mehetünk.
Hát nem a Coldplay, így van. Ezt jól látjátok. Hát na, a mulató zenén se, az is biztos. Azzal engem igencsak ki lehet kergetni a világból. Igen, tehát amikor mulatós, tehát fontos szempont abban, hogy milyen zenét hallgatok, hogy zene legyen. És szerintem a mulatós ennek nem annyira felel meg. Mindent fölrúgtam, és nem dobott semmit. Oké. Jó. Na, lássuk itt a lootot. Hát annyira. Jó, na mindig menjünk tovább. Szóval sokan mondják, hogy van az az alkohol mennyiség, amikor a mulató zenét is lehet élvezni. Hát én olyankor szoktam Superman pózba órát szerelni, úgyhogy már hogyha az az alkohol mennyiség úgy megvan. Mit vettünk mi föl? Elrune. Oké. Ja, azért hallgat szar zenét, mert élvezetem, ha beteszi valaki más. Hát igen. Na, hol vagyunk most? Már elvesztem a fonalat. De ha körbejártunk mindent, akkor... Ez érdekes. Hát gyerünk el még egyszer erre, de... Ja, erre is voltunk.
most topsoros a stream után visszanézem a chatet. Már kíváncsiságból is. De akkor itt nem lehet tovább menni, vagy... Ennyi? Tehát most menjek vissza? Claw Viper Temple, hát ez biztos, hogy nem az. Hát Drognant meg akkor most megkérdezzük. De hát itt más akkor nincsen. Én még eljövök erre, de én már nem látok a mapon most semmit. Hát ja. És így sincs. Na jó, akkor hazaugrunk. Mondjuk, ha már itt vagyunk, akkor... Good to see you. Hát, ezeket eladjuk. Többit meg leszteseljük. Megkérdezzük Drognant, hogy mi ez a nagy sötétség itt. I've heard that you are responsible for banishing Undariel back to the Burning Hells. I'm impressed, stranger. That couldn't have been easy. My name is Drognan, and I know what you're up against, my friend. You ought to look over my inventory of items for trade. I've been researching this lengthy eclipse, and I believe it to be the work of claw vipers. Find their temple beneath the desert sands, and you may find the source of this curse. No. Sose volt annyi pénzem. Látom a kultúrát, azt igyekszetek terjeszteni. De nagyon örülök neki. Jó, na akkor... Na, tehát... el kell pusztítani a Serpent Altárt. Kígyó oltár. A Claw Viper Temple-ben a Wally Snakes... Mögött, alatt, mellett. Még jó, hogy a Claw Viper Temple-höz kéne mennünk. Leszámítva az, hogy fogalmam sincs, hogy hol van. De most... Ja, jó. Nem láttam a mapon a... De merre van? Miért nem találom? Hát fölmegyünk itt megint.
Jó, meg lesz ez csak. Jó, itt vagyunk. Valley of Snakes. Érdekes, hogy ez a neve. És a Serpent Altárt kell majd elpusztítani. Jó, hát itt csak ennyi van. Oda kéne lemenni. Hűha! Crow Viper Temple. Köszönjük, Károly, ezt a remek észrevételt. Ó, és itt kígyók is vannak. Na hát. Kigondoltam volna. Megnézzük, hogy mi ez a... Hellshrine. Ezek nagyon sokan vannak. Chain gloves. Okay. Jó, nem volt jó ötlet. Mondjuk így mindegy. Na, visszajöttünk az elejére. Jó. Szépen haladunk. Na.
Egy kis szombatesti sírrablás, ez mindig jól esik. Oké. Na hát, gyerünk tovább. Hát így van, Nérólú. Csak rá ne jöjjenek. Oké. Gyerünk erre lefele. Hoppá, hoppá. Jajaj. Nem gondoltam, hogy a kollégák nem akarnak bejönni, de azért csak sikerült nekik. Oké. Ezt azért csak megnézzük. Dehogy. Ez lehet, hogy Erzsikének jó jönne. Hát kipróbáljuk. Na várjatok már. Mindegy. Kipróbáljuk, legfeljebb nem jó. Jó. Jól, jól, jól halad. Ezt a csármat felvesszük, mert még akár jól is jöhet. Oké. Hűha. Oké. Hát igen, mondjuk egy bankrablásra azért viszonylag könnyen rá lehet jönni. Tehát az már nem olyan menő, mert ezt könnyen elkapnak.
még visszajutunk ide. Nagyon jó. Na még azon a folyosón végigmegyünk. Hát igen, ésszel és a mértékkel. Az is alapvetően igen fontos. De ugyanez vonatkozik a teára is. Csak mértékkel. Most merre kell menni? Vagy ez... Nem, az nem lehet, hogy ez ennyi volt. Ja, ott lehet tovább menni, oké. Azt elfelejtettem. Level 2, így van. Jó a buli. Amulet of the Viper. Szia, szép estét! Üdvözöllek! I've been speaking with Lord Jaren, and I sense that he is becoming more and more agitated by something. You should try to talk to him again. If he still won't take you into his confidence,
seek to prove yourself a bit more. I gather that his respect for you is growing. Örülök neki. Jó, hát ezt eladjuk már IT-ről, hogy úgy mondjam. Ez nem nekünk van, ezeket is eladjuk, ezeket meg letesszük. Para. Szuper, ezt megcsináltuk. És akkor kéne a headpiece. Akkor menjünk vissza. És akkor ez kell most a... ez, igen. Ja, a Light of the Viper, jó. Na van itt még valami. Jaj, bocsánat. Oké. Hát akkor megyünk, visszamegyünk. Köszi szépen. Is actually the headpiece of a Herodric staff. Yes, you have an uncanny knack for finding rare and valuable artifacts. Of course, you'll have to use a Herodric cube to combine the headpiece with the shaft. Jó, jó, tudom, nem, fogalmam sincs, hogy hogy kell használni. Oké. És... és én ezzel most tudok valamit csinálni? Mármint... I can't. Nem. Serit Adri, most sem melózok. Ülök és játszok. Ó, oké, el kell vinnünk ezt a tárásába. Meg veszünk Dragánnal. Jó. Kell még a kocka? Csak leteszem. Jó, ezt meg elvisszük akkor tárásába. I've been researching the old records, trying to find the location of Tal Rasha's tomb. Though I haven't found the tomb itself, I may have a good lead for you. The great Vigerai summoner, Horazon, built his arcane sanctuary somewhere around here. He was a powerful spellcaster and kept demons as slaves within the sanctuary. He
kept a close eye on great events too, such as the imprisonment of Baal within Tal Rasha's tomb. If you could find Horazon's sanctuary, I'm sure that it would hold some clue as to the tomb's location. Though I doubt Horazon is still alive, you must proceed with caution. Mm-hmm. There's no telling what could be waiting inside. When I spoke of this with Lord Jaren, he asked that I send you to him. Perhaps he knows of a secret entrance or the like. Tehát a palacba kell mennünk. Pedig már évekkel ezelőtt bezárt. Jó, oké, és el kell vinnünk ezt a cuccot a táráshez. Tomba. És meg kell keresnünk ezt az Arcane Sanctuary-t a palacban. Stopsoros, amúgy nem is mondasz olyan hülyeséget. Jó, és akkor az amúgy hol van? Tehát keresek egy waypointot. Palace Cellar Level. Hát valószínű akkor ott lesz. Olyint meg az Arcane Sanctuary lesz. Jó, akkor csak menni kell. Tulajdonképpen tovább. Most a kérdés az, hogy visszatépézzünk-e oda. Szerintem nem. Nem kellett volna ide visszatépézni. Na mindegy, akkor kimegyünk most már itt. Jó, vissza. Nem baj. Ez a Valley of the Snakes. Na és akkor valahol itt innen kell tovább menni, gondolom én. Én se értem XRT amúgy, hát. Főleg úgy, hogy egyébként én azért van egy kis allergiám is. De hát nem érzem magam megfázva. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok megfázva, csak... Na, értitek. Megkeressük, hogy merre kell tovább menni. Nem erre kell jönni. Hát de lent meg sehol nem lehetett tovább menni. Vagy megint kihagytunk valamit. Ez bosszantó, hogy nem találom. De waypointunk nincs oda. Vale.
lesz seller level. Na. Tehát kell a palasz, jó, oké. Tárás ez. Nem. Hogy a fair olyan zízból menne. Nem tudom, merre kell tovább menni. Hát mindegy, visszamegyünk az oázisba hátra onnan. Hát biztos, hogy nem erre. Nem, erre semmi nincs. A fene egye meg. Ez meg megint egyel vissza megyünk. Meg a Dry Hills. Iszunk a kútból. Mi ez a sok ellenfél itt? Nincs több hulla. Többnek tűnt.
voltunk jelent? Szerintem igen. Ja. Van nem erre. Hát ezt most nem fogom megtalálni. Én nekem van egy olyan érzésem. Még a Diablóval is eltévedek, nézzétek meg. Hello, hello, Shadit Adri. Na, hát én ezt sem fogom megtalálni. Egyet megpróbálok visszamenni oda, de... Mert hát az lenne logikus, hogy menni kell tovább. Innen a Lost Cityből csak... Vagy elnéztünk valami lejárót, vagy... Nem tudom. Mert ez itt a... Itt is voltunk. Az Ancient Tunnels-be. És ezen végig is mentünk teljesen. Tehát itt se volt semmi. Ezért gyorsan ránézek, de... Tényleg ezt csak ki kellett itt fosztani. Ja. Itt erre semmi. Hát itt lent semmi, ezen most végigmentünk, akkor gyerünk itt föl. Ugye itt volt a serpent. Esetleg ott megnézhetjük, de hát ott is végigmentünk. Valley of Snakes. Ide, ha lejövünk, ez meg a Clawiper Temple, tehát itt megint csak nem tudtunk sehova se tovább menni. Pontosabban igen, csak ott azt végigjártuk. Ott tudtunk egy jelentem menni. Emerre meg semmi nem volt, ahova tovább tudnánk menni. De még egyszer megnézem ezt itt, de biztos, hogy nem. Csak a
a cucc volt. I am overburdened. Ja, semmi. Na jó, menjünk ki. Jó, hát és én azt javaslom, hogy akkor már álljunk is meg, mert már szinte lehet azért nem találom meg, mert fáradt vagyok. Nagyon egyszerűen. Úgyhogy... Run away! Mondja is, hogy mit kell tennünk. Jó, úgyhogy tényleg... már akkor én megköszönöm. Tényleg jó volt ez a kis esti diablózás. Hát ez mindig jó egyébként. Viszont tényleg azért most már eléggé késő is van. Úgyhogy én is fáradok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számba itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, szubokat, donéteket, de legfőképpen a sweet voltatok és néztétek. Hát legközelebb holnap délután pörgetünk egy kis Far Cry-t, mert pörgetünk egy kis Far Cry-t, szerintem olyan 2 körül elkezdjük, jó? És olyan, hát olyan 5-ig, mert 6-tól meg dolgom van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Találkozunk holnap, addig is további szép estét. Sziasztok!